Hát meg volt az első januári edzés, hogy esett a mozgás? Azt kell, hogy mondjam, hogy már nagyon hiányzott, úgyhogy úgy jól éreztem magam, sőt szerintem a társaság már várta, hogy elkezdődjön az alapozás. Kaptatok az ünnepek alatti időre egy kis egyéni programot? Hát úgy gondolom, aki profi játékos akar lenni, az saját magának tudja, illetve érzi, hogy mit kell csinálni ilyenkor az ünnepben neki. Pihenni is sikerült azért? Egy pár napot azért, igen. Mennyire kell ilyenkor mondjuk egy karácsonyi vacsoránál figyelni arra, hogy megfelelő mennyiséget, megfelelő módon táplálkozzatok, vagy azért ilyenkor el tudjátok engedni magatokat? Hát én magamból indulok ki, én bármennyit tudok enni, ugyanis nem hízok egyáltalán egy fél kilót se, úgyhogy én bátran ehettem ilyenkor ünnepekkor. Beszéljünk kicsit a szakmai részéről, ugye első edzés volt Szanyó Károllyal, volt valami különleges, vagy igazából ilyenkor azért mindig ugyanaz szokott még lenni? Általában mindig ugyanaz, az első hét ilyen ráhangoló jellegű szokott lenni, inkább a második héttől szokott elkezdődni így a kemény munka. Több szempontból is kicsit viszontagságos volt ez az ősz, ugye most bemutatkozott az új vezetés, az új stáb, optimista vagy? Persze, mindenféleképpen optimista vagyok, remélem, hogy egy sikeres tavasz fogunk produkálni egy úgymond új csapattal, és följebb tudunk lépni a táblázaton. Köszönöm szépen! Jó, hát valamit nem tudtam én neked. Halló?